Jó napot kívánok! Köszöntelek benneteket, kedves hatodik osztályos tanulók, újra a képernyők előtt, a számítógép előtt. Engem Radákovics Huszta orsójának hívnak, és a Szabadkai Gyúró szalai Általános Iskola magyar tanára vagyok. Mert többször találkoztunk, és most is inkább egy folytatással fogunk indítani, mert hogy Arany Jánosról már beszéltünk közösen is, beszéltetek már róla 5. osztályban is, egyáltalán nem ismeretlen az ő neve és az ő tevékenysége, a költői mi volta. A mai tanegységünk, a mai címünk Arany János Toldi. Remélem, hogy már elolvastátok a házi olvasmányt. A mai iskolai órán az előhanggal, tehát még az énekek előtti, a fejezetek előtti két kis versszakkal fogunk foglalkozni, magával az előhanggal, miért van erre szükség, miért iktatta be Arany János, de egy pici ismétléssel kezdünk. Arany Jánost látjuk itt a, a kép kezdetén, ő van a középpontban, és milyen nevek, milyen képek kapcsolódnak hozzá? Nagyszalontán született, ugye ez a ma, mai Románia területén lévő falu. Felesége képét látjuk, Ercei Juliána, a fia Arany László, akit népmese olvasásaitok során ö, találkozhatatok már a nevével, és Petőfi Sándor, ami, és akinek pedig kulcsfontosságú a neve, amikor Arany Jánost említjük, mert hogy nagyon szoros. Barátságot kötöttek ők egymással pontosan a Toldi megírása után. Nézzük, hogy miért is fontos nekünk a Toldi, a műkeletkezése. Ez lenne az első nagyon fontos pontunk. Rögtön láttok egy könyvborítót a toldiról, viszont én hoztam nektek is egy, egy könyvet, és remélem, hogy ti is fogtátok a, a, kezetekben, egy nagyon szép díszkötéses Arany János Toldi kötetet Jankovics Marcel rajzaival. Ajánlom figyelmetekbe, hogyha könyvtár van a közeletekben és módotok áll, akkor kölcsönözzétek ki akár utólag is ezt a könyvet, mert nagyon szép illusztrációk vannak benne, könnyebb a megértés is így, hogyha a képeket látjuk. 1846-ban a Kisfaludi Társaság pályázatára írta meg Arany János a Toldit. Főhőse Toldi Miklós, a 14. században élő Nagy-Lajos király korára tehetjük a, ezt az időszakot, amikor Toldi Miklós élt. Ö, honnan, szed, honnan találta, mi volt a forrása Arany Jánosnak? A nép elbeszéléseiből, édesapja meséléseiből, nagyon sokat hallott, és maga a mű megírása közben és előtte is rengeteg krónikát elolvasott, és elővette Ilosvai Sejmes Péter korábbi művét, aki már megírta a Toldi Miklóst. A pályázat eredménye arany számára Elsősorban a fődíj, amely először 15 aranyra lett kiírva, és a későbbiek során pedig Vörös Marti Mihálynak, az egyik fő elbírálónak annyira tetszett a mű, hogy fölemelte ezt a 15 aranyat 20-ra, és nem csak a fődíjat, de Petőfi Sándor barátságát is ezáltal nyerte el, és óriási sikert aratott, mert innentől számítjuk Arany Jánost a költők soraiba. Mi a Toldi műfaja? A töldi műfaja elbeszélő költemény nagyon sok minden vegyül benne. Először is történetet mond el, tehát egy kicsit az epikába is tartozik. Aztán verses formában íródott tehát a lírának is a része. És hosszabb terjedelmű részről van szó, lírai emelkedett elemeket tartalmaz, tehát nagyon sok benne a szókép, a nyelvi alakzat és hogy egy kicsit beszéljenek helyettem a képek, ugyan majd, hogyha előtetek lesz ez a prezentáció, ez a bemutató, akkor én röviden leírtam nektek a műcselekményét is, hogy visszaolvasható legyen, viszont nézzük meg, hogy hány állomásból is áll ez a toldi. Tehát ugye először is megismerjük toldit, elhelyezzük hogy hol is élő, megismerjük a környezetét, és ő rögtön az első énekben pedig megismerjük az első napon nagyfalu környékét, ahol ő él az édesanyjával, amikor is a testvérbátyja haza látogat Budáról. Összetűzésbe kerülnek, de az anyuka, az édesanyja hatására Miklós visszafogja magát, és nem kerül tetlegességre ez a vesztekedés. Viszont tó, Toldi testvére, tehát György vitézei, akik vele tartottak Budáról, tovább hetszelik Toldit és erejéből fakadóan felemel egy hatalmas malomkövet, amelyet elhajít, és véletlenül eltalál egy vitézt, és ebből ered az első fordulópontja igazából a műnek, tehát a gyilkosság ez lesz az első fordulópont a műben. Ezért Toldi Miklós kénytelen lesz elbújdosni a nádasba, mert hogy ő nem szerette volna ezt a büntetet elkövetni, de felelni sem akar érte, Azért elindul, és itt kezdődik a vándorútja, Nagyfaluban is környékén bújdosik, itt találkozunk majd a farkaskanandal, ami a későbbi óráinkon majd újra felmerül, és beszélni fogunk róla. Ez egy egyedülálló epizód, ami igazából csak előre segíti az eseményeket, itt Toldi jellemét ismerjük meg, igazából, hogyha ez a műből kimaradt volna, akkor is véghez vitte volna a a cselekményeket, végig lehetett volna követni a történetet ezek az epizódok nélkül is, ugye majd még egy epizóddal fogunk találkozni. El, elindul, elindul végül Toldi Budára, elbúcsúzik az édesanyjától, és találkozik Budán, Buda környékén már, a temetőben egy özvegyasszonynal, akinek a fiait megölte a Csevitéz, és ez a Csevitézzel való összetűzés is majd egy forduló fordulópontja lesz, és igazából a tetőpontja lesz majd a, a műnek. Megyünk tovább. Ö, nagyon szeretne elérni Lajos király udvarába toldi, de nem, ő sem tudja, Miklós nem tudja, hogy hogyan is kellene ezt megtenni, mert hogy tudja, hogy súly van a hátán, hogy tett egy olyan egy olyan dolgot, amit igazából embernek nem lenne szabad, és súlyos bűnöket róna maga után. Végül elérkezik Budapestre, Pest-Budára, igazából ugye még abban az időben így hívjuk, és ahol találkozik, Buda népével, egy nagyon elidegenedett néppel, akik menekülnek egy elszabadult bika elől, viszont Miklós úgy érzi, hogy meg kell, hogy mentse ezeket az embereket, megfogja a bikát, és a szarvánál fogva visszavezeti a vágóhidra. Ezért ő sajnos köszönetet nem kap, ezért visszamegy a temetőbe. Ott már Bence, akivel már itt a nádas alkalmával szintén találkoztunk, ott várja, azzal, hogy az édesanyja küldött neki élelmet, és amikor a cipót kibontja, széttöri, akkor kihullik belőle a sok arany, amelyet az anyukája, az édesanyja oda rejtett, és innentől kezdve már fel tudja magát vértezni páncéllal és egyéb eszközökkel, amelyel, amelyekkel megvívhat a cseh vitézzel. Itt pedig eléri a történetünk a, fő, a tetőpontját, és megküzd természetesen a, a csevitézzel, legyőzi, Igazából nem is mondhatjuk, hogy egy tökéletes párbajról lenne szó. Lajos királynak a fülébe jutnak Toldi Miklósnak a, a tettei, és elnyeri a jó, a méltó jutalmát. A gonosz uh, Toldi György pedig elveszt mindent, és így dicső hírneve lesz Toldi Miklósnak, vitéz válik belőle. Ön szeretett Budavárában. Tehát igazából a rövid cselekmény ez, ez lenne. Itt megtaláljátok leírva is, és most szükségünk lesz majd az előhangra, ezért arra kérlek benneteket, hogy az olvasókönyveteket nyissátok ki a 46. oldalon. Először is a szómagyarázatokkal fogunk kezdeni, mert rengeteg olyan szó van az egész toldiban, amelyet lehet, hogy nem érthettek. Éppen ezért uh, itt is, és uh, vannak olyan kiadások, ahol már uh, oda vannak lábjegyzetbe tűzve a magyarázatok, a szómagyarázatok, amit biztos, hogy megtaláltatok a házi olvasmány olvasása közben is. Nézzük mi az, hogy pásztortűz, a szabadban alvó pásztor emberek tüzei, azután a tengerpusztaság, a végtelen, a terméketlen síkság, az emberöltő körülbelül 50 év, rémlik, vagyis úgy tűnik, szálfaöklelés, ez a lovagi torna, bajvívás, rúdszerű fegyverekkel, Isten haragja, ugye ez a villám, a mennykő, ember a gáton, olyan férfi, aki az akadályokkal bátran szembeszáll, szemfényvesztés, nemes csalás, varázslat, sarkantyú, gomban vagy éles fogakkal ellátott kisforgatható korongban végződő fémeszköz, a buzogány rövidnyelű tömör, fémgömbökben vagy szöges görcsös bunkóban végződő régi fegyver, a paritja hajító fegyver, a kopja láncsaszerű szúró fegyver és a pajzs régi fémfa védőeszköz. Tehát ez lenne röviden a szómagyarázat. Érdekességként még elmondanám, még mielőtt rátérünk magára az előhangra és a, a részlet olvasására, hogy éppen ezért, mert nagyon sok szómagyarázatot igényel a Toldi, ö, szótárt is kiadtak belőle. Tehát ez egy nagyon fontos és érdekes dolog, ami ezzel a, a művel kapcsolatos. Nézzük. Arany János, Toldi előhang. Mostan emlékezem az elmúlt időkről. Az elmúlt időkben jó Toldi Miklósról. Ilosvai. Mintha pásztortűz ég őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon. Toldi Miklós képe úgy lobog föl nékem, majd kilenc-tíz emberöltő régiségben. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését. Hallanám dübörgő hangjait szavának, kit ma képzelnétek Isten haragjának. Ez voltám az ember, ha kellett a gáton, nem terem a párja hetet hét országon ha most feltámadna, és eljönne közétek. Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek. Hárman sem bírnátok súlyos buzogányát, parítja köveit, öklelő kopjáját. Elhűlnétek, látva rettenetes pajzsát, és kit a csizmáján viselt sarkantyúját. Ennyi lenne a részlet. És akkor, amit, amivel először találkoztunk, a részletben, az az ilosvai idézet. Miért van rá szükség? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy ez egy motto, és ezt így nevezzük az irodalomban, ez egy rövid idézet a mű elején, mely fontos gondolatokat tartalmaz, segít a megértésben, arany mottoit Ilosvai Sejmes Pétertől vette át, pontosan azért, mert hogy már Ilosvai Sejm és Péter megelőzte Arany Jánost ezzel a művel. Mi a célja ennek? Mindenféleképpen az érdeklődés felkeltése, várakozás és a, hangulatnak a, a megteremtése. Tehát mindig elő jelez valamit ez az idézet. Tehát maga az előhang, az epikai történés Toldi Miklós alakját felidézi, itt is látunk egy páncélozott Toldit a képen, Arany János az Eposz sajátságait vette igénybe a Toldiban, vagyis hőst teremt a Toldival. Az előhang már előre jelzi, hogy jelentős hősről lesz szó a műben, felsorolja, hogy milyen fegyverei vannak, milyen viselete van, tehát egy elpusztíthatatlan hőst teremt. Szintén képeket látjuk, rengeteg kép van Toldiról. Toldi Miklós nem csak eszményi hős, hanem a nemzeti jellem példája is, mert ezzel akarja Arany János is megmutatni, hogy lehetnek ilyen hősök. Vannak olyan tettek, amiért ezt a jelzőt ki lehet értemelni. Főbb vonásai Toldinak, hogy rendkívül testi erővel rendelkezik, talpig becsületes, érzelmi melegséggel töltött, öntudat és erkölcsi tisztaság jellemzi. hogyan fejezi ki a költő toldi rendkívüli képességeit, tehát ugye itt az előhangról van szó, tehát magával a megjelenésével, termetes növése van, a hangja, hallanám dübörgő hangjait szavának, a fegyvereknek a bemutatása, súlyos buzogány, parittyakő, öklelő kopja, rettenetes pajzs, a jelenkori emberekkel való összehasonlítás is nagyon érdekes, nem terem ma párja hetet-hét országon, azt hiszem, hogy azóta sem, csak a filmekben találkozunk ilyen testi erővel bíró hőssel. Toldi a Nemzeti Egység megtestesítője. Ez már elhangzott a korábbi képen is, de ez egy nagyon fontos információ. Miért az, Azért, mert nemes is, és jobb ágy is egyszerre, mert hogy ő dolgozik a falujában él, nem érezteti a földművesekkel azt, hogy ő ar arisztokrata vagy nemesi származású, és éppen ezért ő parasztként él és dolgozik, tehát egyenlővé teszi saját magát másokkal. Nagyon vágyik a királyi udvarra, de... Lebzelő bátyjára ugyan nem számíthat, és az elnyomása miatt oda nem juthat el, és ezt ő igazából elfogadja. Nem tör ki először. És nézzük, hogy mit jegyeztünk meg a mai órán. 1846-ban jelent meg a Toldi Arany János ezzel a művel szerzett hírnevet magának a toldi műfaja elbeszélő költemény, ezt majd többször hangsúlyozzuk, hogy leülepedjen, az előhangban felidézi Toldi Miklós alakját. Minden ének elején találunk egy idézetet Ilosva Isájmes Péter korábbi Toldiról írt szövegéből, és ezeknek az idézeteknek a célja a figyelemfelkeltés, vagyis a motto. Egy összefoglaló játékot is Megmutatnék nektek, amit próbáljatok ki bátran, mert nagyon jó megerősítése ez az egész Toldiműnek, de az előhangnak is. És én ezzel megköszönném a figyelmet, találkozunk majd a folytatásnál is. Viszontlátásra!